Kezdjük el! Iskolán, újra itt vagyunk. Elhoztunk sok nehéz vagyunk. Új könyv, új füzet, egy halom. Kezdődik, nincsen élvaló. Az órát óra váltja majd, s újra hallod a ricsajt. A szilárd ajtócsapkodást, székzörgést, szitkot, s annyi mást. Hol van már a nappali csend? A csengő szól, a hetes jelent. Mi újság, gyerek náció? Hát hogy telt a vakáció? De szép is volt a nyári ég. Ugye, milyen jó lenne még? Labdát kergetni, úszni és száz mást csinálni? Mi kevés, a sok is, de hagyjuk el, vár ránk a munka, kezdjük el! Tisztelt vendégeim, tisztelt szülők, kedves gyerekek! A Bükkábrányi Arany János Általános Iskola nevelő testülete nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm valamennyi jelenlévő vendégünket, 2013-2014-es tanévi tulajdonságot. Külön tisztelettel köszöntöm a jelenlévő meghívott vendégeinket, Szalai Szabolcs polgármester urat, Bükkábrány község képviselőtestületének jelenlévő tagjait, milyen érdekes volt polgár az alkalmakor. Páran közületek hagyományozó tárgyakon is jártatok a lelkes szülők szervezésének köszönhetően, ahol a szomszédos települések többek között cserépvárhelyen értékeit is láthatták. No és azok a forró balatoni napok a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Szinte zúg a fülemben még az Erzsébet induló. A következő napokban bizony rengeteg idő lesz arra, hogy az osztálytársaidokkal ezekkel az élményekről beszélgessetek. Jó lesz megint találkozni. Köszönöm minden kollégának és szülőnek azt a lelkes munkát, ami ezekhez az élményekhez juttatta a tanulóinkat a nyári időben. Ma már tisztára festett falak, megjavított csapok, takaros osztálykernek, előkészített tankönyvcsomagok várnak benneteket a holnapi napra. Tanáraitok felkészülten és szeretettel várnak rá. Az előző hetekben sokat készültünk az új tanév zökkenőmentes kezdésén. Kívánom, hogy bátran induljatok holnap reggel iskolába, hiszen tudjátok, ez a második otthonunk, ahol a sok érdekes tudomány mellett színes programok és új barátok várnak rátok. Köszönöm a helyi önkormányzatnak, hogy támogatásának köszönhetően segítette az iskolában folyó karbantartási munkát, és folyamatosan biztosította az iskola udvari gondozását. Kedves elsőseink! Eljött az első tanévnyitás, amikor átvehetitek az iskolánk jelképeit, a nyakkendőt és a jelvényt felvetik nektek a nyolcadikosok. Holnap reggel már nektek is szól a csengő. Ismertek már bennünket, jártatok az iskolai épületbe, és Pati néni is sokszor megfordult már az óvodába, ahol vele is ismerkedhettetek. Jutka óvónéni és Gabi néni után Pati néni gondoskodik most már rólatok, legyetek bátrak, és meglátjátok, milyen jó hely ez az iskola. Tisztelt szülők! A Bükkábrányi Arany János Általános Iskolában dolgozók személyéről szeretném a következőben tájékoztatni önöket. Az osztályközösségeket vezető kollégák a 2013-14-es tanévben első osztály Szabóné Hajdú Katalin tanítónő, második osztály Hegedűsné Kovács Anita tanítónő, harmadik osztály Rickó Lászlóné tanítónő, negyedik osztály Somogyi Dóra tanítónő.
5. osztály Bocáni Nagy Beatrix tanár úr. 6. osztály Mező Gábor tanár úr. 7. osztály Stószné Nagy Éva tanár úr. 8. osztály Hári Szilvia tanár úr. Nevelőtestületünk pedagógusaként folytat nevelő-oktató munkát intézményünkben, Bocán Jánosné, jó magam, Terekasné Rossz Andrea, Éliácsó Takács Anikó, Székely Ottóné és Tóth Erika tanár úr. Technikai dolgozóink Jakubik Vitvorsi Ilona, Bikony Józsefné és Birinyi László. Iskola titkárunk Akács Józsefné. Iskolán nevelőtestületében új dolgozók kezdik meg munkájukat szeptembertől. Szemán Dobó Viola tanítónő, és Klad Renáta, aki az iskola titkári feladatokat fogja átvenni. Tisztelt szülők! A 2013-14-es tanév első lesz a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ állami fenntartásában, melynek helyi intézményeként szerveződik meg az új tanév. 2013. január 1-től június végéig sikerült az új állami oktatási irányítási munkaszervezetet kialakítani, valamint új törvényi szabályozással a köznevelési működési rendet újra szabályozni. Új időszámítás a köznevelésben. Olvashatjuk és halljuk is számos szakmai fórumon. De hogy mit jelent ez számunkra? Hát az új időszámítás, felsőseink tudják, a történelemben a megújulást jelenti, a megváltozott természeti, társadalmi környezethez való alkalmazkodást. Így van ez a köznevelésben is. Hiszen a változás, a megújulás, ami jót hoz, ami az adott kor és társadalom fejlődésénekhez természetes módon hozzátartozik. A köznevelésben elindult megújulásnak a legfőbb célja, hogy gyermekeink, fiataljaink fejlődése előtérbe kerüljön az iskolákba. Hogy a minőségi nevelés és oktatás igénye határozza meg a munkánkat. Hogy a nevelés erősödjön meg az oktató intézmények falai között. Hiszen a társadalmi elvárásokhoz való igazolás ezt teszi szükségessé. És hát a gazdaságosság, ami legalapvetőbb kritérium, ami egy adott szervezet működéséhez ma már, akár család, akár helyi közösség, akár iskola hozzátartozik. 2013. szeptember 1-től teljesen hatályba lép az új köznevelési törvény. Számtalan forrásból hallhatunk róla, hogy a pedagógusoknak új munkaszervezés elég, illetve ugyanez vonatkozóan a tanulóközösségekre is elindul. Hogy a pedagógus életpályamodell fokozatos bevezetésével ebben a szférában az elismerésünket szeretné a kormány erősíteni a béremelésünkkel. A mindennapos testnevelés felmenőrendszerbe tovább folytatódik, elkölcstan, hit és elkölcstan oktatás kezdődik 1. és 5. Az új nemzeti alaptanterv és a kerettanterv 1. és 5. évfolyamon lép be iskolába is. Új tankönyvek kerültek kidolgozásra, illetve kísérleti tankönyvek is folyamatban vannak kidolgozás alatt. Megújul a szaktanácsadás, újra szerveződik, új szervezeti keretek között tantárgondozás, pedagógusainkat minősítési rendszer alá kezdi fokozatosan menni a kormány, ami régi, mégiscsak új, hiszen minden szakmánál van egy minősítési rendszer, ami kialakulóban van nálunk is. Megváltozott az igazgatók szerepe, és talán a legtöbb, amiről hallunk mostanában, és a legtöbb szülőt érdekel, hogy hogy is lesz az iskolai programok biztosítása délután 4, illetve 5 óráig. Kedves szülők, a legutóbbi, tehát az iskolai programok biztosítás esetében saját szabályozással készülünk. Szeptember 2-a és 13-a között a szülői igények szerint iskolában is minden tanulónak a 16 óráig tartó felügyeletét biztosítjuk, és igény szerint a 12 óra időtartamában is ügyelünk a gyerekekre. A délutáni szervezett iskolai és zeneiskolai programok szeptember 16-ától hétfőtől léptek illetve. A szülői értekezleteken a 2. héten kapnak tájékozódást a kedves szülők arról, hogy az osztályfőnökökkel való személyes egyeztetést követően a szülő milyen formában kérheti adott gyermek esetében a 16 órai szervezett iskolai program való felmentést a mi iskolánk keretei között. Ehhez a szülők a szülő érdekeleten iskolánk által szerkesztett mutatványt is fognak kapni. Folyamatban van tehát ezeknek a délutáni programoknak az évfolyamonként rendjének a kialakítása.
csak, amit a honlapon is közé fogunk tenni. Természetesen nem önök nélkül, hanem önökkel együtt kell kialakítani, szülőkkel ezt a délutáni szervezett foglalkozási rendet. Ezért is terveztük meg a folyamatunkat úgy, hogy a szülői munkaközösség választott képviselőivel szeptember 5-én egyeztetünk erről a kialakulóban lévő belső szabályozásról. Szeptember 9-től a szülői érdekezeten írásban is megkapják a szülőt, hogy az adott évfolyamon milyen szervezett délutáni foglalkozást tudunk biztosítani, és az osztályfőnökkel közösen a szülőnek lesz a feladata, hogy a gyerek délutáni programbeosztását kialakítja, igazolva azokhoz a pedagógiai elvek alapján szervezett rendszabályokhoz, amit a nevelőtestületünk kialakít. Szeptember végén éppen ezért szükségesnek látjuk, hogy egy összevont szülői értekezetet tartsunk a szülői közösségnek, amin a időközben beálló esetleges változások, illetve az élet által előidézett változások miatt szükség van. Kérem a tisztelt szülőket, figyeljék iskolai honlapokat, és vegyenek részt ezeken az összevont szülői értekezeteken. A tanévkezdés információi folyamatosan frissültek az utóbbi napokban szintén a honlapunkon. A következő napokra a legfontosabb tudnivaló. A központi konyha szeptember 3-ától, azaz 2-től étkezést biztosítani. A étkezés iránti igényt az első napra, illetve a további napokra is az osztályfőnököknél lehet majd megtenni, első körben most a tanévzárót követően, illetve a hétfői naptól folyamatosan a konyhának kell jelezni az igényt, hányszori étkezést kér a gyermek. A térítési díjakat a könnyebbség kedvéért szintén belinkáltuk az iskolai honlapon, tehát a kedves szülők megtekinthetik, hogy mennyibe kerül az egyszeri, kétszeri, háromszoros étkezést a Bükkáványi Központi Konyhában. Az első tanítási napon 11 óra 40-ig tartó tanítási órák minden év folyamon. Még egyszer hangsúlyozom, 16 óráig igény szerint szervezett szabadidős programmal biztosítunk minden gyermeknek, már hétfőn, és 17 óráig is ügyeletet biztosítunk azoknak a tanulóknak, akiknek a szülei lesz most a tanévnyitó után, jelzik az osztályfőnököknél. A tanévnyitót követően tehát kérjük minden kedves szülőt, hogy fáradjon be az osztályterembe, majd a gyerekeket követően, és jelezheti, hogy első nap kére felügyeletet a gyermekére, az első két hétre kére szervezett délutáni programot, bemutathatja a tankönyvek befizetését igazoló csekket, amit, hogyha ma nem tud megtenni, a hétfői nap folyamán feltétlenül szükséges rá. A második naptól pedig, hogy az étkezésről is nyilatkozni lehet, az iskolában is, de elsősorban a központi konyhába kérünk. Felhívom azon szülőknek a figyelmét, akiknek a gyereke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben lejósul, hogy az ingyenes tankönyvellátás szabályai szerint a vonatkozó jogszabályok paragrafusa azt mondja ki, hogy a tankönyvek átvételének napján az adott tanulónak érvényes gyermekvédelmi határozattal kell rendelkezni. Tehát, akinek jelen pillanatban szeptember 2-án nem lesz érvényes diétája, annak majd egy következő eljárás rendet ismertet a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ, mi lesz a teendője, ezért fontos, hogy minden szülő mutassa be ezt a határozatot, hogy szeptember 2-án, amikor átveszi az ingyenes tankönyvet, érvényes diétával rendelkezik. Következő napokra fontos információ továbbá, hogy a diák önkormányzati vezetők két napos felkészítő táborba vesznek részt Bogácson. Jó táborozást és jó tanácskozást is kívánok számukra. Fontos információ, amit a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ megerősített, azokban az iskolában, ahol nem a beiskolázási körzetben történik a bejárat tanulóknak a közlekedése, az iskolába való eljutásról a szülő gondoskodik. Kérem a kedves szülőket, hogy minden információról, ami a következő napokban érinti az iskolát, próbáljanak meg az iskolai honlapról tájékozódni. Számítunk továbbra is a szülői közösségük együttműködésére, hogy minél sikeresebben tudjuk megvalósítani mindazokat az elvárásokat, feladatokat, célokat, melyet az új időszámítás a köznevelésben támaszt a Bükkáványi iskola. Gátonyi Gézes urait idézve, a vár ereje nem a kövekben rejlik, hanem a vérünk szívében. Ezzel a Bükkáványi Arany János Általános Iskola 2013-2014-es tanévét megnyitom. Nagy a tér, köszöntő, anyár, anyár a
őket, úgy tűnt minden érdekel. Igyekszem majd megtanulni, mielőtt az ABC-t, s meglepem az anyukámat, én olvasok majd mesét. Itt az idő, kicsi gyermek, iskolánkban szépen köszöntelek. Itt az idő, kicsi gyermek, vedd magadhoz tollad, könyved. Ne félj, és ne ijedj meg, a tanítók nem esznek meg. Este nézd a meséjét, holnapra készíts elő könyveidet. Reggelente korán kelj, az iskolában tanulni kell. Tanulj szépen, játékosan, fejlődj, gyarapodj okosan. Kis játékodat elhozhatod, de ígérd meg, az órán nem mutogatod. Tanulj szépen, kitartással, bírd az írással, olvasással. Az idő múlását észre sem veszed, már tudod számolni a tízeseket. Kedves első osztályosok, köszöntelek veleteket a 8. osztály nevében. Fogadjátok szeretettel iskolánk jelképeit, a nyakkendőt és a jelvét. Kérlek veleteket, álljatok fel! Az Arany János Általános Iskola. Első osztályos tanulója. A mai napon ünnepélyesen fogadom. Hogy a Bükkábrányi Iskola diákjaként legjobb tudásomat nyújtva, méltó leszek a nyakkendő viselésére. Szorgalmammal, magatartásommal példát mutatok. Iskolánk jó hírnevét öreg minden. Diákéveink alatt hű leszek. Diákéveink alatt hű leszek.
örömségéért.